Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt a Bajcsi Stúdió. Na akkor, hát ma ebben a videóban elmondanám is a véleményem a Bad Day LA-ről. Először is szerintem a Bad Day LA egy nagyon jó játék. Nagyon jól el lehet vele hűlni, hogy az ember nagyon unatkozik. És megéri végigvinni, mert a története az valami elvetünk baromság, és ezért nagyon király. A készítők nagyon sok olyan baromságot belemertek tenni, amit másodikban vagy hülyeség lehet volna beletenni, vagy az emberek nem mertek, vagy a többi játékkészítők nem mertek beletenni a játékukba. Sokszor még filmekben sem látunk ekkora baromságokat, mint amit a Bad Day LA felhoz. Például melyik, mondjatok egy várost, melyikkel történik meg ez, hogy egy nap alatt így megtörténik minden lehetséges katasztrófa. Ezt jönnek a terroristák, és egy bazony, egy biológiai fegyvert robbanom, amit mindenki zombi lesz, és eszik egymást az utcán. Aztán megjön egy földrengés, amitől megint csak elszabadul még nagyobb pokol, aztán elözönlem mindent a terroristák, majd jön egy meteorvihar, ezután kitör a tűzész mindenütt, aztán a bonszeniggerek ellepik az utcákat, ölnek mindenkit, utána meg jön egy cunami, ami elmossa a fél várost, majd amikor a cunaminak úgy nagyjából vége szakad, akkor így mi történik? Mexikói kertészek ellepik az utcát, és viva la revolúción! Elkezdenek felforradalmazni. Hát komolyan, ilyen más játékban nincs, és sehol. Külön-külön persze van, de így együtt nincs. Ráadásul az, hogy az egész várost egy csöves ments meg, egy beteg kisgyerek, aki semmit nem ér, meg egy őrült mexikói, akiről tényleg kiderül, hogy gonosz. Meg egy pláza cica, akinek van egy cuki kutyuskája, és nem csinál semmit, csak megrudos mindenkit, meg egy félkarú katona, aki mindenkit granata dobál. Szóval, igen. Ezért szerintem nagyszerű a játék, én nagyon bírtam. Hányszor vittem végig? A végigjátszás együtt vagy 10-szer. És mindig nem unom meg. Most belekeznék, röhögnék minden poénnyel, és röhög minden végig. Komolyan. Na de persze, minden játéknak elérzsenek hibái. Bár nem sok, talán az a hiba, ami nagyon szemet szúrt, hogy mesterséges intelligencia mint olyan nincs is a játékban. Mert most például vegyük azt, amikor az első végigjátszás első részben megölöm a terroristát, akkor a hülyék mit csinálnak? Megöltem a terroristát, megmentettem az életüket, de nem, ők jönnek és kemények és megdobálnak, és ebbe bele is halok. Ami valljuk be, elég nagy baromság. Na de nézzük a grafikát, a grafika, ha ilyen überreális csodagrafika lenne, ilyen, mit tudom, ilyen Crysis 3 szintű, akkor szerintem nagyon elveszne a játék, nem lenne meg a hangulat. Ez a mesés grafika, a játék kitalált mesés baromság története, ez szerintem nagyon illik. Meg jól néz ki ez a megrajzott grafika, igen. Akkor nézzük, mi van még. Például ott vannak az emberek, az ellenségek, hogy terroristák ellen harcunk, meg zombik ellen, meg terroristák. Honnan jöttek a terroristák? Meg milyen terroristák ezek? Csak úgy vannak. Igen, meg a játékban a hangok. Az tényleg hangok hogy az eszembe. A játékban, ha valaki okos, ügyes, és belepróbál nyúlkálni a játékban, pályán megtalálja a hangfájlokat, amit lazán ki lehet cserélni. Például a nyögés hangot ki lehet cserélni a saját nyögés hangodra. Vagy ha valaki nagyon-nagyon ügyes és nagyon ráér, még talán új szinkront is gyártott a játékhoz. Ami eléggé érdekes lenne. De hát igen. Ezekért a dolgokért, mert ezek itt tök jól összejönnek, ezek szerintem egy nagyon jó játék ez. Aki végigkövette a végigjátszásomat, az tudja, miről beszélek, vagy éppen játszott vele. Nos, a játékkal egy gond van. Egy nagyon nagy gond van vele, ami nem is a játék hibája, senki hibája, hanem az, hogy nem lehet megszerezni, szinte lehetetlen. Boltban megvenni nem lehet. Ez egy nagyon nagy probléma, és nagyon szomorú, mert nagyon ritka. Például hallottam emberektől, hogy látta a CBA-ba 200 forintért, de az is nagyon ritka. Például itt én Kanizsán nem tudok játékot tenni, például ez az én hibám, mert csak a Tesco-ba lehet, tehát ott én a büdös életben tudnám megtalálni. Ha meg valaki megpróbálja letölteni netről, az meg úgy, hát sok sikert, mert egy helyen találtam meg, és hát onnan is alig szídelték, 600 mega volt, és kb. 2 nap alatt jött le. Annyira lassan jött, kb. 100-zal tudtam tölteni, vagy még annyival se. Hát, de aki nagyon próbálja megszerezni, annak sok sikert, akinek nem sikerül, az meg nézze a végigjátszásomat. De persze a játék nem csak annyi, amennyit én
megmutattam belőle, hanem a játékban van több is. Van benne sokkal több baromság, rejtett kis hülyességek, amiért nektek is külön megéri végigjátszani a játékot. Nem kamuzok, tényleg vannak ilyenek, ezért tényleg megéri megnézni. És... ja, és igen, amit mondtam az utolsó végigjátszásban, sajnáltam itt nagyon, hogy nem tudtam megmutatni nektek az utolsó outro-t, a tényleg mindent lezár outro-t. Na hát igen, a játék mappájában való nyúlkálás közben, mikor hangokat próbáltam cserélgetni, mint ahogy ezt már mondtam, hogy lehet, megtaláltam a játék átvezető videóit, meg közöttük ezt az outro-t, amit itt a videó végén meg is fogtok nektek mutatni. Hát akkor ez lettne az én véleményem a Bad Day LA-ről. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat és a végigjátszást. Külön köszönöm annak, aki megnézte a végigjátszásom összes részét. Hát akkor én Peti voltam. Sziasztok! És akkor itt lenne a nagy outro. Everything's gonna be all right now. No! No! We left him! I can't believe he stayed behind. He made the ultimate sacrifice. He saved us all. Why did we leave him? We have to go back. We have to go back. Gone now. This bad day is finally over.